Brigitte Feringer, ív Terlet, 24 karácsonyi mese, harmadik fejezet, Hol le anyu? Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony, és volt annak két leánya. Az egyik szép volt és szorgos, a másik pedig csúnya és lusta. Az asszony mégis a csúnya-lusta lányt szerette jobban, mert az édes lánya volt, a másik meg csak mostoha. Ez volt az oka annak, hogy a szép és szorgos lánynak kellett elvégeznie az összes házi munkát. Ráadásul még állandóan fonnia is kellett, amíg a vér ki nem serkett az ujjából. Egy napon, amikor megint összevérezte az orsót, kiment, hogy megmossa, de az orsó kicsúszott a kezéből és beleesett a kútba. A lány sírni kezdett, és befutott a házba, hogy elpanaszolja, de a mostuha anyja nem vigasztalta meg, hanem megszitta. Ha beleejted, vedd is ki, kiáltott rá hangosan. Szegény lány úgy megijedt, hogy utána ugrott az orsónak, zuhant, zuhant a kútban, és elájult. Amikor magához tért, egy ragyogó réten találta magát, rengeteg virág között. Hol vagyok? kérdezte hámulva, de senki nem felállt. Felállt, hogy megnézze, hová került. Ment, vendegélt, amíg egy kenyérrel teli kemencéhez nem ért. A cipók oda kiáltottak neki. Vegyél ki, vegyél ki, mert megékünk, már réges régen kisültünk. Kivette a lánya sütőlapáttal az illatos kenyérkéket a kemencéből, és szép óvatosan beletette őket egy kosárba. Megint ment, mendegélt, amíg egy tisztáshoz nem ért. Egy almafa állt a közepén, amely csak újroskadozott a sok almától. Ahogy meglátták az almák, kiabálni kezdtek. Szedjél le, szedjél le, már mind megértünk. A lány azonnal odament, lerázta az almákat a fáról, és szépen kupacba gyűjtötte őket. Ahogy továbbment, hamarosan egy kedves kis házikóhoz ért. Bemegyek, kérek valami ennivalót, gondolta magában. Abban a pillanatban egy öreganyó nézett ki az ablakon. Akkor a foga volt, hogy a lány megrémült, és el akart szaladni. Az öreganyó azonban oda kiáltott neki. Ne félj tőlem, kicsim, mondta kedvesen. Hol le anyó a nevem? Maradj itt nálam, és segíts nekem a háztartásban. Ha ügyesen dolgozol, nem bánod meg. Egyetlen dologra kell nagyon odafigyelned. Erősen rász fel a dunnámat, mert akkor ott messze a földön havazni fog. A lányt megnyugtatta az öreg anyó kedvessége, és beállt a -e szolgálatába. Sokáig maradt nála, és minden feladatot olyan ügyesen végzett el, hogy az anyuka mindig csak dicsérte. Telt múlt az idő, és a lány egyre szomorúbb lett, pedig nem volt rá semmi oka. Biztosan honvágyam van, gondolta. Oda ment Holla anyóhoz, és megkérdezte tőle, hogy hazamehete. Nagyon vágyom a családom után, mondta. Nálad sokkal jobb az életem, mégis örülnék, ha láthatnám őket megint. Holla anyó csak bólintott. Jó szíved van, hogy haza akarsz menni. Mivel ügyesen szolgáltál engem, én magam foglak hazavinni. Azzal kézen fogta a lányt, és elvezette egy hatalmas kapuhoz. A kapu kinyílt, és amikor a szép lány rajta, egyszerre aranyeső húlt az égből, és ő tetőtől talpig belepte az aranypénz. Ez a jutalmad a fáradtságodért, nevetett holle anyu, és azzal átnyújtotta neki az orsóját, amit egykor a kútba ejtett. Holle anyu becsukta a kaput, a lány észrevette, hogy megint ott áll a kút mellett a kertben, ahonnan elindult. Ahogy ment a házuk felé, fákukorékolt a kakas. Kukurikú, mi történt? Aranyos lányunk hazatért. Az aranyos lány belépett a házba, és lásd tudát, a mostoha anyja és a testvére úgy elámult a sok aranyon, hogy meg se szitták. Elmesélte nekik, hogy hol járt, merre járt, és hogyan búcsúzott tőle, hol leanyú. A mostoha elhatározta, hogy még több aranyat fog szerezni. Kivültette az édes lányát a kút mellé fonni, sőt, az ujját is megsebeszte. Aztán beledobta az orsót a kútba. A lánya utána ugrott. A csúnya és lusta lány is a ragyogó mezőn tért magához, és a kemencét is megtalálta. Amikor azonban a kenyerek kiáltozni kezdtek, hogy vegyél ki, vegyél ki, már rég megsültünk, ő csak megmondta a vállát. Nem akarom összekormazni a kezemet, azzal továbbment hamarosan az almafához ért, és az almafák neki is kiabálni kezdtek. Szedjél le, szedjél le már mind megértünk. Ő azonban azt válaszolta, de ahogy szedlek, még a fejemre esik egy alma. Azzal tovább ment. Amikor odaért Holle a nyúházához, ő már nem ilyet meg az öreg hanem azonnal beleegyezett, hogy beáll hozzá szolgálni. Az első nap még keményen dolgozott, mert csak az a sok arany járt a fejében, amit majd kapni fog. A második napon azonban már nem akaródzott dolgoznia, a harmadik napon pedig már ki sem kelt az ágyból. A dunát is elfelejtette felrázni, úgyhogy a hópályák mind benne maradtak. Ez már a jónak is sok volt. Ha nem akarsz segíteni nekem, akkor eredj haza, mondta neki haragosan. Azzal elvezette a nagy kapuhoz. A lústalány nem bánta, mert remélte, hogy őre is aranyzápor fog hullani. De amikor kilépett a kapun, nem arany, hanem szúrok eső ömlötte rá. Azt kaptad, amit megérdemelsz, kiáltott utána hollányú. A lány szégyen szemre hazakullogott, amikor a kakas meglátta kukorékolni kezdett. Kukurikú, mi történt? Szúrtos lányunk hazatért. A csúnya és lusta lány soha többet nem tudta lemosni magáról a fekete szurkot.